hajdúböszörményi és kisvárdai diákok közösen adják elő a program indulásának alkalmából írt dalt a csütörtöki projektindító sajtótájékoztatón. A jövő tehetségei elnevezésű kezdeményezésben résztvevő tanulók bővíthetik üzleti és digitális ismereteiket, valamint szakmai tapasztalatokat szerezhetnek a nagyvállalat vezetőinek és szakembereinek segítségével. A General Electric Magyarország elnöke beszédében rendkívül fontosnak tartotta, hogy a diákok kiváló nyelvtudással rendelkezzenek. Ennek érdekében számukra üzleti angol nyelvi képzést indítanak, amelynek végén akár nyelvvizsgát is tehetnek. Nyilván ez plusz munkát neked, nektek. Időt kell szállni rajta, de szerintem ez egy jó befektetés lesz. Bármit. Azért nem csak üzleti, nem kell Gmailet dönteni. Nyilván mi nagyon örülünk, ha valaki a Gmailet fog dönteni, de ahhoz lehet lenni állami szférában dolgozni, politikus, bármit. Szerintem ezt a program fog segíteni. Az eseményen Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, Észak-Kelet-Magyarországon különösen nagy szükség van arra, hogy támogassák és motiválják a fiatalokat, akik a program segítségével felépíthetik karrierjüket és versenyképes tudást szerezhetnek. Az amerikai óriás vállalat kisvárdai gyárának termelési igazgatója azt hangsúlyozta, a csaknem 40 diák tovább fejlesztheti az iskolában megszerzett digitális képességeit, valamint betekintést nyerhetnek egy nagy vállalat üzleti működésébe. A G Future Talents, vagy a Jövő Tehetségei Karrierprogram azért indult, hogy Hajdúböszörményben, Kisvárdán tehetséges fiatalokanak plusz képességet, készségeket, ismereteket, tapasztalatokat adjunk, egy nagyvállalati környezetet megismerve, és egy másfél éves programon pluszban még angol nyelvtudást is fejlesztünk, és a végén egy nyelvvizsgával bizonyítsák a diákok, hogy hasznos volt számukra ez a következő másfél év. Kisvárda számára is fontos ez a tehetségprogram, hiszen a helyi Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 18 diákja szerezhet versenyképes tudást. Én nagyon örülök a programnak, és örülök, hogy a GS fölvállalta. A diákok plusz olyan képzést kapnak, ahol egy nagyon komoly üzleti angol nyelvet sajtanak el. Valójában másfél év alatt egy komoly nyelvtudásra tesznek szert. Ráadásul amellett, hogy a nyelvtudásuk stabil lesz, mellette bepillantanak az üzleti világba, napi folyamatokba, és emellett pedig olyan technikákat használnak, ami majd a jövő, a digitális technika, a digitális lehetőségek tárházának a megismerése. A General Electric a világvezető digitális iparvállalata. 175 országban van jelen, és több mint 350 ezer munkavállalót foglalkoztat világszerte. A cég 1989 vége óta működik Magyarországon. A hazai leányvállalat több mint 10 ezer munkavállalót foglalkoztat, és 12 gyára van. Kisvárdán csak nem 900 ember dolgozik a LED fényforrásokat gyártó üzemben.